Csúcs hangzik ez a név, hogy Szita Rudolf. Várjuk szeretettel! Szita Rudolf mindent vitt. Ő lett az idei halfőző verseny legjobb szakácsa. Elvitte azt a vándorserleget is, melyet egy esztendőn át őrizhet. Azt mondja, a leányvári együttlét sava borsa a halfőző versenynek, ami most pont akkora, amekkorának lennie kell. Épp ennek a falunak, meg a közösségnek elég. 25 évvel ezelőtt Faddy Varga János és Ferenc Vilmos kezdeményezésére indult útjára a halfőző, és vált országhatáron túl is ismerté. Aki egyszer ide eljön, az visszatér, mert a hangulat visszahozza. Ez volt a szlogenünk, legyünk együtt, tegyünk együtt. Ez az idei év, ez a szlogenünk, és ez így van. Na de ha kicsit globálisabban gondolkozol, egy szekszárdi borvidék része vagyunk. És igazán a borvidéknek egy olyan értéke van itt, amit meg kellene mutatni másnak is. Gerő Attila polgármester úgy véli, fontos lenne a pincefalu további fejlődése szempontjából, ha gazdágra találnának az üresen álló pincék, mert a leányvár olyan érték a szekszárdi borvidéken, amit meg kell őrizni a következő generációk számára is. Leányvár jövője nem egyszerű, hogy egy fesztiválból, hanem ugye mivel egy nap ilyen nagy az érdeklődés, ezt kellene szerint ki kell tolni több időszakra is, és az lenne az egyetlen egy megoldás, hiszen a hely adott, a környezet adott, és Szekszáron egy beszélünk, mi a legjobb borkultúrával rendelkező az országba, és ezt kellene valahogy marketingbe ezt alátámasztani, az, hogy nem csak a nagy pincészetek vannak, hanem a kézműves, házi, egyszerű borászatok is. A gasztronómiai értékek mellett a résztvevők áldozhattak a kultúra oltárán is. Többek között megismerkedhettek a hagyományos sárközi és siolgárdi viseletek részleteivel is.